Megkezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény sorozat Salgótarjánban. Ezzel egy időben megnyitották az idei múzeumpedagógiai tanévet szeptember 30-án a Dornyai Béla Múzeumban. Folyamatosan erősödik a múzeum, valamint a megyei iskolái között a kapcsolat, hangsúlyozta dr. Fodor Miklós múzeológus megnyitó beszédében. Az intézmény már az elmúlt esztendőben is nagy hangsúlyt fektetett az iskolák számára szervezett külön foglalkozásokra, és így lesz ez idén is. A 2013-2014-es tanévben több programot is hirdettünk, múzeumpedagógiai foglalkozások közül nagyon sokat sikerült megvalósítani. Ezek többsége ugye a kiállításokhoz kapcsolódik, illetve névszokásokhoz, hagyományokhoz. A kiállítások közül nagyon sok foglalkozás az állandó kiállításhoz kapcsolódik, illetve annak anyagát segíti megérteni, illetve annak gondolatvilágát. Nagyon sok csoportnak tartottunk már foglalkozást, akár óvodás, idősebb, tehát általános iskolás korosztálynak, középiskolás korosztálynak, illetve felnőtteknek is. Boros Ágnes múzeumpedagógus azt is elmondta. A Múzeumok őszi fesztiváljának keretében számos érdekességgel készülnek a következő egy hónapban a látogatók számára. Hasonlóan a bányászati kiállítóhelyhez. Simon Lajos a működtetők nevében kiemelte. A fesztivál keretében a megszokottnál eltérő programokkal kívánják majd becsalogatni leginkább a fiatalokat a bányamúzeumba. A Dornyai Béla Múzeummal közösen hirdetünk egy látogatóversenyt, aminek az a lényege, hogy Nógrád megyei általános és középiskolásokat várunk a Dornyai Béla Múzeumba, illetve a bányászati kiállítóhelyre. És hát akik ellátogatnak és megnézik a kiállításokat, azokat regisztráljuk, és november 7-én, amikor vége van a Múzeumok őszi fesztiváljának, akkor sorsolni fogunk, és a győztes osztály az egy 50 ezer forint értékű kultúra utalmányt vehet át, de számos egyéb más ajándék is lesz a résztvevő osztályoknak. Aztán arra is törekszünk, hogy ha nem jönnek a múzeumba, akkor mi menjünk ki itt Salgótarjánban a múzeummal a fiatalokhoz, a lakótelepeken élőkhöz. Ezért a Bányászati Kiállító egy utazó múzeum címmel egy programot indít, aminek a keretében a Besztetsza lakótelepen, a Gorki lakótelepen és a belvárosban, a Förster Kálmán emlékparkban is megmutatja, hogy miért érdemes ellátogatni a Bányászati kiállítóhelyre. És ha még ki kell emelnem egy programot, és azt mondtam, hogy a fiatalokra koncentrálunk, hirdetünk egy olyan versenyt is, hogy gyere le a bányába és kapsz egy diszkójegyet. Ez így kimondva nagyon mókás, de a cél egyébként itt is ugyanaz, mint az összes többinél, hogy a fiatalokat csábítsuk arra, hogy jöjjenek le a bányászati kiállítóhelyre, nézzék meg, hogy milyen volt a bányászat múltja, hogyan ápoljuk mi a bányász hagyományokat, és így talán közelebb kerül hozzájuk Salgótarján múltja, közel múltja is. És hogy mit kapnak ők ezért cserébe? Természetesen egy diszkó belépőt, és október 22-én a Stécé Kávéházzal közösen egy jó kis bulira várjuk azokat, akik eljönnek a bányászati kiállítóhelyre, de természetesen azokat is, akik nem. A fesztivál és tanévnyitó keretében oklevéllel ismerték el a megye múzeumbarát óvodáit, iskoláit, valamint pedagógusait.